December elején már javában a téli sportokról szól mindent, ezek közül pedig az egyik legnépszerűbb az a jégkorong. Győrben is így van ez. És hogy a győri jégkorongról beszélünk, akkor a Bartalis név azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon-nagyon sokat mond. Egy jégkorongos családról, familiáról van szó. Bartalis József az egyel idősebb generáció, és a gyerekek István és Balázs pedig ugye a fiatalabbak, akik viszik tovább a jégkorong hagyományait. De hogy hol is kezdődött ez az egész, és hogyan kötött ki Magyarországon a család, arról beszélgetek Bartalis Józseffel. Józsi bácsi, a kezdetekről beszéljünk egy kicsit, mégpedig a székelyföldi kezdetekről, hogy miért tűnik olyan egyértelműnek, hogy aki arrafelé elkezd sportolni, az nagyrészt a jégkorongot választja, majdnem olyan, mintha Skandináviában svéd vagy finn gyerekekről beszélnénk. Hát igen, ez ugye Székelyföldön ez a nemzeti sport, hogy úgy mondjuk. Gyergyószárhegyen kezdtem én is. Akkoriban a tél azért 4 hónapot tartott, és mínusz 20-25 fok volt akkor, és természetes jegek voltak. A falvakban, minden faluban volt természetes jégpálya, és a 4 hónap alatt ilyen kupák voltak, körkupák voltak, minden falu rendezett egy kupát, és onnan a úgymond tehetségesebb, vagy amelyik szerette a sportot, azt Csíkszeredából jöttek edzők, és kiválasztották, és amikor befejeztük az általános iskolát, akkor lehetőségünk volt, hogy hokiosztályba menjünk Csíkszeredába. És így kerültem én Csíkszeredába. A szakmai háttere, meg az infrastruktúra háttere is adott volt, mert az oké, hogy egy faluban valaki egy befagyott folyón, vagy a tónak a jegén elkezd korcsolyázni, de azért a jégkorong ennél többet kíván. Így van, de annak idején nem volt ilyen, hogy most mondok, amit látok ugye a gyerekektől is, hogy korcsa oktatás, vagy belső él, külső él, azt se tudtuk, hogy mi az. Tehát meg ilyen flexesütők, meg olyan flexesütők, tehát nekünk volt egy sima faütő, és azzal kezdtük a télen az edzéseket. Azt kell tudni, hogy edzés után azért ott még volt meló, mert akkor nem volt rollba, hanem le kellett csöpörni a pályát. Úgy, ahogy voltunk felszerelésben, lehúztuk a korcsát is, lesöpörtük a pályát, utána meg volt egy ember, aki rongyal végigment, és vizezték a rongyot, és úgy húzták le a jeget. Tehát így lett a valamivel simább jég, mint ha rollba nélkül csinálták volna. Romániában is olyan helyen volt a jégkorong, hogy a csapatsportok között mondjuk népszerű volt, vagy ez kifejezetten egy székely sportág volt ott? Hát tulajdonképpen székely sportág volt, mert azért Csíkszeredában, ugye meg a Gyergyóban ott mindenki jégkorongozott télen, tehát nem is volt kérdés. De viszont akkor nagyon erős volt a bukaresti csapatok is erősek voltak, a Steaua Dinamo, ott volt a Galac, annak is nagyon erős csapatai voltak, és ott akkoriban a román jégkorong is olyan fejlődésen ment át, hogy azt eredményezte, hogy A csoportba tudtak játszani. Ez ugye akkor is az elit volt gyakorlatilag jégkorongban, tehát a román jégkorong jóval magasabb szinten volt akkor, mint a magyar. Hát igen, akkor ugye a román jégkorong az A csoportban volt, a magyar meg a C csoportban volt. Ugye a következő években aztán akkor a magyar is kezdett már fejlődni, és ugye fölkerült a B-be, meg a román visszaesett az A-ból a B-be. Úgyhogy nagyon sok játékossal ott találkoztunk a B csoportos világbajnokságon, ott haverkodtunk, és akkor, amikor majd ugye volt a forradalom, akkor átjöttünk, akkor már nem volt új nekünk, hogy kik ezek a játékosok, mert nem ismertük egyik a más már. Amikor viszont ti elkezdtétek az élsportot, vagy olyan szintre értetek például te is, hogy az élsportba bele tudtál vágni, és a jégkorongot lehetett nagyon-nagyon komolyan venni, és ebben elképzelni a folytatást, az még azért nagyon a Ceausescu diktatúra volt. Milyen volt akkoriban a román sport? Hogy néztek egyáltalán arra, hogyha valaki mondjuk magyar nemzetiségű? Hát ugye azt kell tudni, hogy ugye nekünk Csíkszeredában hokiosztályok voltak. Minden generációnak volt egy hokiosztálya. És abból a hokiosztályokból a nagy csapatok, úgymond a Steaua Dinamo meg a Sportklub, azok kiválasztották a legjobbakot, és azokat fölvitték. Azért volt ennyire erős a román jégkorong, mert a liceumban föl volt építve tulajdonképpen az egész rendszer, tehát az
úgymond komoly bajnokságba játszottunk a Liceummal, felnőttek között. Tehát akkor, amikor felkerültem én a nagy csapathoz, akkor már egyértelmű volt, hogy nekem a felnőttek között nem volt olyan újdonság játszani, mert a Liceummal én játszottam a B csoportba, úgymond. Úgyhogy, és onnan aztán kerültünk ugye a tehetségesebb, vagy kiválasztottak a válogatottba, de az se volt egyszerű, mert ugye ott azt kell tudni, hogy a román csapatok azért ott erősek voltak, és nehéz volt bekerülni. Csíkszeredából akkor hatan voltunk benn. Most meg tulajdonképpen fordítva van, mert most vannak 15 magyar és 4 román esetleg. De akkor nagyon-nagyon nehéz volt bekerülni a válogatottba, és aki bekerült a válogatottba, annak komoly anyagi juttatások voltak. Tehát azt mi nálunk Csíkszeredában, és aki válogatott volt, azt egyből már Malánbányára föltették. Ott nem volt, ugye nem jártunk dolgozni, de kemény pénzeket kaptunk, amiért válogatottak voltunk. Lehetette például nemet mondani mondjuk egy bukaresti csapat megkeresésére, hogyha azt mondta a Bukarest bármelyik csapat, katonacsapat, akármelyik, hogy neki erre a magyar srácra, erre a székely gyerekre szüksége van, akkor akart egyáltalán bárki is nemet mondani, vagy lehetette nemet mondani mondjuk? Hát megmondom őszintén, ugye első, a legfontosabb, ami a katonaság. Tehát, hogy a katonaság, ha a katonakod első voltál, akkor azt a Dinamo akkor hívott be, és akkor muszáj volt venni. Tehát ilyen nem volt, hogy nem vállalod el, mert akkor a politikai dolgot csináltak belőle. De viszont annak is megvolt, ugye, ha bementél, akkor megvolt az előnye, mert effektíven katonaruhát egyáltalán nem is láttál, úgymond. És az alatt is, ami alatt katona voltál, az alatt is ugyanúgy a válogatottal vitte külföldre. Tehát nagyon nagy előnye volt, ha aki komoly szinten sportolt, jégkorongozott, vagy bármilyen sportba a nemzetközi színeket képviselte, mert mindenféle juttatástól, komoly anyagi segítséget kapott. Akkoriban azért a román sport, ahogy te is mondtad, presztízs csináltak belőle, meg kiemelt személyek voltak az akkori sportolók. Ti csak a jégkorongon belül ismertétek a többieket, vagy azért akik a román sportban és sportolók voltak, azok azért így helyel közel ismerték egymást, mondjuk a futballistákkal, vagy kézilabdásokkal, vagy nem tudom, nagyon sok mindenben jók voltak a románok akkoriban. Igen, azt kell tudni, hogy elég sok időt töltöttünk Bukarestbe a válogatott összetartásokon, és az ott úgy volt, hogy volt egy komoly centrum, ahol együtt laktak a sportolók, itt csak mondok egyet, hogy a Nádia Komanics annak idején, vagy Iván Pacajkin, vagy tehát az egész sportoló egy szállodába, tehát úgy lehet elképzelni, hogy egyszerű, tehát ott nem volt kétágyos szobák voltak, és ott nem volt se tévé, se net, tehát akkoriban semmi. Tehát effektíven csak az edzésekkel kellett foglalkoznunk, meg ennek a létesítménynek külön konyhája volt. Azok a sportolók és ott tettek együtt szórakoztak, ha kellett, együtt beszélgettek, tehát nagyon jól ismertük egyik a mást, és ez valamilyen szinten előre segítette a román jégkorongot is, mert ugye olyan nevekkel tudtunk összekerülni, akik azért a futballnál is ott voltak, beket nyertek meg, tehát komoly neveket, nevekkel találkoztunk, vagy beszélgettünk ott. Tehát mondjuk a 86-os meggyőztes Steaua-ból. Igen, így van. Úgyhogy akkor is a román kézilabda, a férfi, a nő is komoly eredményeket ért el. Úgyhogy, és ez volt az egésznek a varázsa, hogy együtt voltak, és egyik a másnak tudtak a nehézségeiről, tudtak az anyagi helyzetéről, és ez előre vitte valamilyen szinten a román sportot, úgy mondjam. Abból csinálte presztist a román sportvezetés, vagy akár az állami vezetés akkoriban a Ceausescu diktatúra ideje alatt, hogy mondjuk egy székely csapat ne nyerhessen bajnokságot jégkorongban? Hát így van, ez sokszor volt azért, megmondom őszintén, hogy én 10 évet voltam a Csíkszeredai Sportklubnál, és egyszer sem tudtam nyerni bajnokságot, mert azért
azért ott volt a Galac, ott volt a Steaua, ott volt a Dinamo, és akkor valamelyik csapattal örökké elvéreztettek. Tehát, hogyha úgy álltunk, akkor a mérkőzéseket úgy rakták hétvégére, mert általában úgy volt, hogy péntek, szombat, vasárnap játszottunk, és akkor úgy rakták a mérkőzéseket, hogy mit tudom, most mondok egy példát, hogy először játszottunk a Steaua-val, amelyik a legerősebb volt, utána a Dinamo-val, az is erős volt, csak akkor jött a Galac, aztán arra már azért picit elfáradtunk, és lehet, hogy a Galac elcsipett egy pontot, vagy kettőt tőlünk, de viszont ugye azt a Dinamo, az simán verte őket, úgyhogy. Tehát voltak ilyen trükkök benne. Válogatott, ugye úgy lehettél, hogyha válogatott akartál lenni, és világversenyre kikerülni válogatott színekben, hogy a román válogatottságot vállalod el, és arra mondasz igent. Az szóba se jöhetett nyilván, hogy magyar válogatottság, mert akkor át kellett volna jönni még a forradalom előtt, igen. És akkor esetleg lett volna arra lehetőség. Ez milyen volt? Most nem akarom mindenáron beleerőltetni ezt a magyar-román ellentétet, de hogy ez mondjuk a válogatottban érezhető volt-e? Ugye a futball válogatottban Bölöni, Jene Imre például, ugye a Steauának az edzője, aztán későbbi szövetségkapitány. Tehát ott kívülről úgy nézett ki, hogy ezzel úgy kifele nincsen igazán probléma. Tehát a kívülálló ezt láthatta, hogy a magyar az tökéletesen beleillik a román válogatottba. Hát persze voltak olyan dolgok, amit ugye a csapaton belül voltak játékosok, akik azok nagyon éreztették, hogy ugye mi magyarok vagyunk, de összességében, amikor fölkerültünk a jégre, akkor esetleg ugyanúgy megvédtek, vagy kiálltak mellettünk. Tehát tudták ők is, hogy azért a székely jégkorong nélkül nem létezik a román válogatott. Tehát azért meghatározó játékosok voltak benne a válogatottban, akkor is, és most is ugye, de akkor voltak, mondom, olyan periódusok, amikor ugye főleg amikor mentünk külföldre, azért voltak olyan játékosok, akik azt mondták, hogy inkább akkor a Galacit vigyék, meg így úgy amúgy, tehát ez benne van, ugye aki nincs benne a maga a sportba, vagy nem volt benne, az nem tudta. Tehát nekünk sem mondtak semmit, hogy nem viszünk. Megdicsértek, hogy 6 hétig jól edzettél, és azt mondták, hogy nem jött ki a vízumot. Tehát akkor nem tudtál semmit csinálni, mert nem is tudtál utána nézni, hogy igenis kaptál-e, vagy nem, hanem ezt el kellett fogadni. Dolgoztunk tovább, és akkor következőleg ugye elvittek, vagy nem vittek, de azért elég sokszor voltunk, akik külföldön mentünk a válogatottal. Az benne volt mindig így tudat alatt, vagy akár nem is tudat alatt, hanem folyamatosan a fejekben, ugye a keleti blokk országaiban nyilván ez a sportolókat, a csapatsportágok sportolóit eléggé bekorlátozta, hogy külföldre nem nagyon lehetett igazolni, még akkor sem, hogyha valakiből mondjuk világsztár jégkorongozó, vagy világsztár futballista lehetett volna nyugaton, de ugye nem volt lehetőség, hogy te maradtál volna végig, hogyha mondjuk nem jön a forradalom, és nem kell átjönni, vagy nem tudom, hogy mik voltak akkor a körülmények, úgy éreztétek mindenképpen, hogy jönni kell. Hát ugye, ha nincs a forradalom, akkor már én már nem voltam a válogatottban, és a válogatottban azért nyugatra jártunk, tehát ott lehetett azt mondani, hogy na most azt köszönöm szépen, de azt kell tudni, hogy amikor elmentünk nyugatra, akkor ahogy leszálltunk a repülőről, a nyomba, ugye a vámon, ahogy keresztül mentünk, akkor elvették az útleveleket. De úgyis voltak olyan csapattársaim, akik ott maradtak, tehát az nem számított, hogy na most elvették az útlevelet, vagy korlátozták, hogy ide menjél, oda menjél, vagy azért kell tudni, hogy kísérő személy jött azért velünk elég sok. Aki jelentett, gondolom. Akik szekusok voltak, tehát így volt, ez jött, és akkor figyeltek, hogy hova megyünk, mit csinálunk, tehát voltak ilyen dolgok. Az, hogy Magyarországra átjöttek, az hogyan alakult? Nyilván elsősorban ugye itt a forradalom miatt történt ez, de hogy mik voltak a pontos körülmények? Hát ugye... Ugye találkoztunk addig, már mondtam, hogy a B csoportban, amikor játszottunk a világbajnokságon a B csoporttal, akkor találkoztunk magyar játékosokkal, magyar edzőkkel, és jó kapcsolatok alakultak ki, és amikor volt a forradalom, akkor kijött az Ocskai Gabi, és akkor megkeresett minket konkrétan Csíkszeredában, mert már akkor én már ott laktam,
ugye már 10 éve, és megkeresett, hogy nem volna kedvünk kijönni a volához. De hát ugye abból belecsöppenni, abból a profizmusból, ami ott volt a volán, amikor megkeresett, akkor mondta, hogy hát 8 hónapig, 6-7 hónapig van szezon, utána meg akkor azt csináltuk, amit akartuk. Hát volt azért gondolkodás, de hát belevágtunk, hogy akkor ugye Romániában nem lehetett tudni se a vállalkozásokat, se a sportolónak, ugye akkor nyomban megszűnt nekünk a munkahelyünk a Balánbányán. Úgyhogy akkor kellett volna valami vállalkozást elindítani, de bizonytalanság volt, és akkor úgy gondoltuk, hogy egy pár évet, egy-két évet kijövünk, és akkor aztán utána visszamegyünk, valamit elkezdünk. De aztán maradtad, egész jó csapat lett az Alba Volán. Így van, hát akkor 8-an jöttünk a sportklubtól. Ugye annak idején, ugye akkor még a Isten nyugtassa, Gábor, ő 16 éves volt, a Ocskai Gábor, meg a Palkovics Krisztián, meg az Alavári, és ugye akkor mi megkaptuk egy-két évre rá az állampolgárságot, és akkor hoztak 3 oroszt, és a harmadik sorban ugye ezek a fiatalok, és így elkezdtük az Alba Volánnál a menetelést, ami most látszik, hogy most azért elég komoly háttere van, meg komoly szurkolói tábora van, és akkor kezdődött, amikor átjöttünk az egész. Miért lehetett jobb, vagy lehet jobb még a mai napig a jégkorong mondjuk, nem tudom, Szlovákiában, Csehországban, az egykori Szovjetuniónak az utódállamaiban, a skandinávokat ne vegyük, de mondjuk most csak a környező országok közül, mondjuk a szlovákokat vagy a cseheket, hogy náluk miért? Miért lett jobb, miért ez lett a nemzeti sport? És azért, mert van kultúrája a sportnak. Tehát, ahogy mondtad az előbb, hogy ez egy nemzeti sport, van kultúrája. És minden gyerek oda akar kerülni Amerikába, az NHL-be, ahol komoly játékosok vannak, és az anyagi háttér is, ugye, mit tudom, lehogizik egy 10 évet az NHL-be, az anyagi háttere biztosítva van. Tehát egészen más felfogásba, itt van nálunk a szakmai igazgató, az Igor Tóth, ő a Pozsony Egyetemen tanítja az edzőket, és sokat beszélgetünk, és azt mondja, hogy először a szülőket kellene ugye megnevelni abba az irányba, hogy ezt a sportot tiszteljék, meg valamilyen szinten alázatosok legyenek, mert ha nem, akkor nem lesz, tehát fejlődés. Hiába van több gyerek, hiába van szakmai konferenciák vannak, minden, nem fognak tudni, hogyha a szülő ugye nem partner, akkor hiába az edzői stáb, hiába olyan vezető, akkor nem tud előre lépni a jégkorong, ez egyértelmű. Ugye említetted, hogy amikor eljöttetek Romániából, hogyha azt a kort nézzük, akkor ott azért jóval jobb körülmények között fejlettebb, mi minden megvolt, adott volt a sportákhoz, hogy az jó legyen. Akkor átjöttek ugye Fehérvárra, itt még ugye döcögősen indult a dolog, és aztán utána, amikor te eljöttél Győrbe, ez ugye 96-ban volt, talán 97-ben, eljöttél Győrbe, akkor ide már levezetni jöttél, mint játékos vagy benne volt az, hogy sportvezetőként folytatod, és akkor megpróbáljuk az egész jégkorongot itt újra felépíteni? Nem, tulajdonképpen Győrből jártak a Szarvas Zoli és a Méhes Ákosnak, az édesapja a Tibi, Isten nyugtassa, ők jártak le Fehérvárra, ott hokiztak a gyerekei, és hetente 3-szor hordták le, és minden héten legalább egyszer megkerestek, hogy szeretnénk itt Győrbe valamit csinálni, mikor jössz, mondta, addig, ameddig jégkorongozok, ameddig játszok, addig nem megyek sem erre, utána, hogy befejeztem, akkor beszélhetünk róla. Elkezdtük a beszélgetéseket, és az lett belőle, hogy ugye lejöttem én egy 6 hónapra, de hát itt azért biztos, hogy ti is tudjátok, ott alig volt 3 hónapot jég, meg esett az eső, akkor sütött a nap, tehát még a 3 hónap se volt, hát küszködtünk elég jól. Aztán egyik alkalommal ugye beszélgettem a Gáborral, az Ocskaival, és azt mondja, gyere vissza, akkor
Mondom, nem, még adok egy esélyt, hát ha valamit tudunk itt csinálni, hogy indítsuk el itt is, hát ha valami lesz. És akkor a Grabo-plánnal kezdtünk tárgyalgatni, és akkor Ponyvát tudtunk tenni 2003-ba. Tehát tulajdonképpen 6 évet itt küszködtünk, hát kisebb nehézségekkel, de volt azért nehéz dolog is, mert ugye a villanyszámla, a vízszámlát, azt mi kellett befizessük, mert ha nem, akkor kikapcsolták, voltak ilyen időszakok is. Most ezek után milyen érzés az neked, amikor besétálsz most a nagy csarnokba, ami már tényleg egy olyan létesítmény, amire azért büszkék lehettek? Hogy az milyen? Hát ugye én azt mondtam itt, akikkel beszélgettünk is, azért hagyunk valamit az utókornak is, hogy azért most azért 12 hónapból legalább 8-9 hónapot tudnak sportolni. Úgy gondolom, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy jó, vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy hát jobb volna nyitott. És erre azt mondom, hogy el kell menni a Dunakapu térre, ott nyitott a pálya, és ott lehet korcsolyázni. Hát azért, ahogy idejöttem 2003-tól, azért minden évben újítottunk valamit. Tehát örökké valamit, pluszba valamit minden évben csináltunk azért, hogy egy ilyen létesítmények, mert tulajdonképpen van egy centerpálya, van egy kispálya, és van egy sásos pálya. Úgyhogy ma jelen pillanatban az infrastruktúra az itt Győrben a legjobb. Ez mutatja azt is, hogy az elsőjén, ugye most péntek, szombat, vasárnap volt egy nemzetközi torna, amin 295 gyerek volt, és nagyon komoly szervezéssel, és azt mondták, hogy ilyen, mint itt, ilyen infrastruktúra nincsen egyelőre. Te el tudod képzelni azt, hogy a magyar jégkorongot felhozzuk valahol olyan szintre, mint ahol most mondjuk a szlovákoknál, cseheknél van, hogy merjünk nagyot álmodni, mert tehát népszerű ez a sportág, ez abból is látszik, hogy a szurkolók imádják, ha a válogatott játszik. A válogatott meccseken mindig teltházban óriási hangulat, akárhol játszik a magyar válogatott. Tehát ez már egy jó alap lehet. Az is egy jó alap lehet, hogy azért nagyon sok gyereket bevonsz. Tudom, hogy minden sportág küszködik azzal, hogy gyerekeket tudjanak bevinni és megnyerni az adott sportágnak, de hogy a jégkorong azért a népszerűbbek közé tartozik. Tehát mit látsz, hova futhat ki ez az egész? Hát ugye ez nagyon nehéz, mert azért a szülőköt is anyagilag megterheli ez a sport. Azért kell tudni, hogy itt egy komoly anyagi nehéz, tehát anyagi ráfordítás kell ahhoz, hogy a gyerek ugye van a tau, azért a tau se tud mindent biztosítani, de én örökké azt mondtam a szülőknek is, hogy az nagyon fontos, hogy az első a tanulás legyen, mert bármi történhet. Aki komolyan gondolja és válogatott szintig akar eljutni, az is tud olyan iskolai végzettséget, iskolát elvégezni, ami a profi sport mellett ugye még egyetemre is tud menni. Tehát azt kizárom, hogy azt mondjuk, hogy akkor ha profi sportoló, akkor nem tud egy egyetemet elvégezni, mert azért vannak példák, de én abban látom a válogatottnak a fejlődését, hogyha szakembereket küldünk ki külföldre, és azok a külföldön megtanult dolgokat azt áthozzák ide ugye Magyarországra, mert vannak olyan szakemberek, akiket hozunk külföldről, de ott egy kanadainak, ami ott annyi a gyerek, ami égen a csillag, ott neki könnyebb válogatást csinálni, mint itt nálunk a 50-ből. Tehát itt van a probléma, hogy azt a módszert akarja itt tovább vinni, amit ő ott Kanadában, ez nem működik. Az itteni gyerekekre kell kitalálni azt, hogy fejlődjenek. Tehát én mondtam, én beszélgettem az edzőkkel is, úgyhogy ez a legfontosabb, hogy az edzőket képezzük, és azután ők továbbadják a gyerekeknek. A felvezetésben
jégkorong családról beszéltem több generáció, ugye a gyerekeid is ezt a sportágot választották, és nagyon-nagyon jól tették, mert hogy Istvánt azért szoktuk emlegetni a legjobb magyar jégkorong játékosként, Balázs pedig ugye játékos pályafutás, és ő inkább a szakmai háttérbe vitte bele jobban magát, és egy nagyon-nagyon jó jégkorong szakember lett. Róluk beszéljünk egy kicsit, hogy mennyire volt nálatok egyértelmű, hogy ők is a jégkorong felé húznak. Hát ugye, mivel hogy én egyfolytában a jégpályán voltam, tehát tulajdonképpen már Fehérváron elkezdődött ez, ugye, mert ameddig játszottam, mellette foglalkoztam még kisgyerekekkel, és pont azok a kisgyerekek voltak ott, akik a csapattársaimnak a gyerekei, a Sofri, olyan gyerekek, Kóger, akik mai napig is még ugye játszanak, és amikor lejöttünk Győrbe, akkor megmondom őszintén, hogy a gyárváros iskolában volt egy focitorna, és Istit kiválasztották focizni. Akkor például a Fazekas Józsi volt a szakmai igazgató, és akkor, ahogy vége volt a tornának, akkor jön apa, hogy keres egy bácsi. Hát aztán nem tudom, mondom, hát mondom, jöjjön oda, és beszélgessünk. És azt mondja, hogy ott van az a bácsi, hát mondom, én azt ismerem. Ismerem, hát mondom, hogy hol volt mostanig az Isti, ugye nem tudták, mert ovi focin nem volt, Fehérváron ugye volt ovi focin, ott is kiválasztották, de hogy eljöttünk. Aztán két vagy három évig csinálta a jégkorongot is, meg focizott is, aztán mondtam, hogy akkor döntse el, mert itt 3 hónapot volt jég, mondtam, itt ez kevés lesz. Aztán eldöntötte, hogy effektíven azt mondja, jégkorong mellett szeretne, akkor mondtam, hogy akkor ki kell menni külföldre, és akkor így került ugye Svédországba, ott volt 8 évet Svédországban, megkapta az állampolgárságot, ott érettségizett, és aztán utána ugye elment a délbe, játszott 4 évet a Schwenningenbe, és utána újra visszament Svédországba. És amikor volt a Covid, akkor hazajött az Albavolánhoz, mert ugye akkor hívták haza 3 évig, akkor aláírt 3 évet, és akkor így itthon ragadt. Viszont ugye a Balázs az bejutott itt a mérnökire, az egyetemre, és egy évet járt egyetemre, és azt mondta, hogy apa, én el szeretnék menni Vieromokkal. És mondom, miért? És azt mondja, hogy hát edző szeretné. Hát mondom, örökké azt mondta, hogy nem akarsz olyan edzéssel foglalkozni, mint én. Hát igen, de aztán kerített egy stábot, ugye, és a stábbal csinált ilyen bemutatkozást, és beadta a jelentkezést Vieromokkiba, ahol kell tudni, hogy 500-an voltak 20 helyre. Az nem volt kevés, ott kanadai, amerikai tornák, és bejutott. Elvégezte Vieromokkiban a 4 éves ilyen egyetemet, azután meg az Istin keresztül ugye kellett, hogy hívják, ilyen gyakorlatot csinálnia, és Isti elintézte, hogy menjen Svédországba, Vöksö Lékershez, ami egy elit klub ott. Ott eltöltött 5 évet, és az edzője úgy megszerette, hogy akkor az edző, amikor utolsó, az 5. évben az edző kapott szerződést Svájcba, Genfbe, és akkor viszi Bazsit magába. De közben az edzőt meghallották, hogy el akar menni, és akkor Sam Halám, azt hiszem a neve, és felajánlották a svéd válogatottnak 4 éves ciklusát, és akkor az edző azt mondja, inkább akkor, mivel Svédországban kicsik a gyerekek, akkor inkább itt maradok fölköltöző Stockholmba, és Bazsi elkerült Genfbe. A Genfbe volt egy évet, és az 1 év után azt mondja, hogy ő nem csak skill edző szeretne lenni, hanem ő másodedző, és mellette skill edző is, és így jött a lehetőség a Lozán. Ez a tónak a másik partján, úgyhogy effektíven most ott van, és elég jó eredményei vannak most. A 4. helyen vannak a bajnokságban. Nagyon jó bajnokságban, és egy olyan országban, ahol a jégkorong azért a top sportágak közé tartozik. Igen. Arra emlékszel az Istinek az első felnőtt magyar válogatottságára? Hát az szerintem Dunaújváros. Csak hogy így érzésre milyen volt? Hát igen. Hát megmondom, az első, amikor elvittem, én még az Albavolántól elmentünk Miskolcra,
egy nemzetközi tornára, Kassa, Szlován, Szlovénok, tehát nagyon egy nemzetközi torna volt, Isti 2,5 éves volt. És akkor ugye, hát persze játszott ő is, aztán hazamentünk, a karomon vittem haza, amikor Szerdában, Fehérváron, és akkor mondja, amikor beértünk a lakásba, anya, képzeld el, üttem egy gólt. És azt mondja Éva, a feleségem, hogy hát igen, azt mondja. De öngólt, anya, azt mondja, öngólt, üttem egy gólt. Tehát ő akkor még nem tudta fölfogni, hogy na most ő ütött egy gólt, hogy hova is ütte, de még a mai napig is ezt emlegetjük örökké, hogy ez volt a, megmondom őszintén, a legemlékezetesebb, amikor ezt előhozzuk a jégkorongot, akkor ez volt ez a maradandó. Úgyhogy a válogatottságra, ugye ő alig volt, mit tudom, 20 éves, akkor hívták már a válogatottba, ő már ugye akkor kapott szerződést a Trójába, a nagy csapathoz, és akkor kíváncsiak voltak rá. Én is kíváncsi voltam, ha bár láttam oda ki játszani, de az nem olyan érzés, mintha egy magyar válogatottba játszik. De ez a pályafutás, amit ő letett az asztalra, ez egy tiszteletet parancsoló. Hát igen, azért sokan mondják, hogy hát könnyű Józsi bácsi. Hát mondom, könnyű, persze. Elmondanám, mondom, hogy én 20 éves koráig, ami anyagilag, meg felszerelés, akkor ott a svédeknél nem nézték, hogy... Tehát azért van ott más kultúra, mert ott már abba születnek bele a gyerekek. Tehát ott nincs az, hogy hétvégén ide megyünk, oda megyünk, vagy a kispadnál szülők állnak a büntetőpadnál. Tehát külsős nem vonnak be, hanem a szülők próbálják segíteni úgy a gyerekeket, a csapatot, hogy anyagilag ne kerüljön pénzbe. Úgyhogy ez oda ki, a büfébe a szülők árulnak, azt a pénzt meg ráfordítják a csapatra, tehát csak ott más a kultúra, amit mondtam. Az, hogy ebben a sportágban eljöttetek Magyarországra, magyar nemzetiségűként, és a fejetekbe vettetek valamit, és vittétek is végig. Tehát én azt gondolom, és ezt látom is nagyon sok Erdélyből, Székelyföldről, vagy Magyarországon kívüli területekről visszajött magyarokon, hogy iszonyatosan kitartóak. És én rajtatok, a családotokon is ezt látom, hogy ha valamiben ott vagyok, és valamiben bele kell, hogy tegyek 100%-ot, akkor ott beleteszek 1000-et. Hát igen, mert megmondom őszintén, hogy másképp nem megy. Tehát, hogyha tudom, 50%-kal csinálsz valamit, tök mindegy, hogy az edzés legyen, vagy egy vállalkozás, vagy bármi, az nem működik. Tehát én akkor, amikor ugye 97-ben idejöttem, akkor én nagyon gondolkodtam, hogy na most hogyan tovább. Tehát én, ha idejöttem, akkor olyat akarok valamit csinálni, ami maradandó legyen. De azért 6 évet kellett küzdenem, hogy valami legyen. És amikor 2003-ban átadtuk úgymond a ponyvás csarnokot, akkor láttam, hogy lesz belőle valami. Tehát akkor se láttam az alagút végét, hogy hogyan tovább, de akkor már 6 hónapot, 7 hónapot jég volt, és akkor mondtam, hogy akkor már lehet itt valamit kezdeni, és akkor ugye azt tovább fokoztuk, amit mondtam, hogy minden évben valamit alakítottunk, és ez lett a vége. Milyen gyakran van korcsolya a lábadon? Hát megmondom őszintén, hogy most már oktatásra, meg edzésekre nem nagyon járok, de kedden, csütörtökön, meg vasárnap ilyen hobbi szinten játszunk örökké. Tehát ameddig azt mondod, hogy fel tudod venni a korit, és addig jártányerőd van, addig kimész. Így van. És nem szeretek veszíteni. Ezt próbálod átadni a fiataloknak is, mert az biztos, hogy iszonyatosan sokat tudnak tőled tanulni. Csak ezt a helyzetet hogy látod Győrben, hogy mennyire sikerült úgy általánosságban megszerettetni a jégkorongot a fiatalokkal, és hogy mit nézhetünk ki ebből a mostani utánpótlás helyzetből? Hát ezt kell tudni, hogy most van 285 gyerek. Az a jó, hogy minden korosztályba el tudunk indulni.
viszont ugye a U12, U14-ben ott két csapattal. Az, hogy ott el tudunk indulni két csapattal, az már azt jelenti, hogy elég sok a gyerek, ahhoz, hogy majd 16-18-20-ba ugye meg fognak lemorzsolódni. Tehát effektíven jön az iskola, jönnek a csajok, jönnek a külső tényezők, és akkor ebből a 40-50 gyerekből, akkor ilyen 20-25, ha marad, akkor már jó. Mert annélkül ugye, ha a kisebb korosztályokban nincs megfelelő létszám, akkor a 16-18-20-ba akkor nem is fogunk tudni kiállni. Tehát úgy látom, hogy eléggé megszerették itt a jégkorongot, de nagyon sok óvoda jár, hál' Istennek, ugye az önkormányzat részéről is a jövő évbe januártól jönnek a önkormányzati óvodák ingyen, ugye azt kell tudni, hogy a város azért besegít a buszköltségekben, mert az azért elég, de mi adjuk a szakmai dolgokat, a korcsolyát, a jeget, és ezzel próbáljuk népszerűsíteni a jégkorongot. És a curlingben gondolkodtál, hogy te magad belevágnál? Volt egy, amikor a sportági bemutatót tartottatok az akkor már új jégkorong csarnokban, és néhányan kivonultunk oda, hogy megmutatják nekünk, hogy mi ez a curling, hogyan is működik, és ott próbálkoztunk vele, több-kevesebb siker, és akkor emlékszem, hogy te besétáltál csak úgy simán cipőben, és neked is volt egy próbálkozásod, és be a közepébe. Mindenki megtapsolt és levonult. Tehát olyan, mintha ez én tök természetesnek tűnt volna, hogy bejön Bartalis Józsi bácsi, és akkor nem csak jégkorongozni tud, hanem curlingezni is. Megmondom őszintén, hogy Fehérváron már csináltuk mi azért, tehát ilyen csapatépítő program volt, főleg akkor, amikor egy kicsit a csapat nem úgy szerepelt, akkor voltak ilyen plusz rendezvények, ahol kicsit kimozdultunk abból a komfortzónában, amiben egész nap van az ember, ugye, és ott is ugye ott versenyek voltak, de megmondom őszintén, hogy itt Győrbe én ebben nem gondolkodtam, korrektül megmondom, én zsigerből elcsúsztattam, és azért valami érzés van, de nem profiként, vagy mit tudom, tehát semmi közöm az egészhez. De ugye most megmondom, hogy az egyetemistákat bevonva most próbáljuk ezt a sportágat is népszerűbbé tenni. Úgy néz ki, hogy vannak vevők rá, és én ebbe más nem jégidőbe támogatom, hogy legyen, és ennyi. Reméljük, hogy majd kifut valahogy úgy ez a sportánk, hogy a curling kapcsán is oda tudunk tenni majd egy olyan nevet, akár Győr vonatkozásában is, mint a jégkorong mellé. Bartalis Józsefet, Bartalis Istvánt, vagy Bartalis Balást, vagy majd, hogyha jönnek az unokák, akkor még egy-két Bartalist, és a jó magyar jégkorongban ott lesztek végig. Én köszönöm szépen, hogy ennyit tudtunk beszélgetni. Jó lett volna még, a műsoridőnk az most ennyi, de hát szerintem jóval több sztori előkerült volna még. Hát Józsi bácsi, én sok sikert kívánok a munkádhoz, remélem, hogy amit elkezdtél, meg amiben nagyon-nagyon kitartó voltál, azt végig tudod vinni, és akkor Győrben mindig valahogy olyan szinten marad ez a sportág, ahol lennie kell. Én is köszönöm a meghívást, és tovább dolgozunk, aztán lehet, hogy innen kerülnek ki még válogatott játékosok, úgyhogy köszönöm szépen. A nézőknek pedig továbbra is tudom ajánlani a YouTube csatornánkat, a Spiller YouTube csatornáját, ott az összes beszélgetést megtalálhatják egyébként, amit eddig felvettünk ebben a műsorban, de ezek a beszélgetések visszanézhetők, visszahallgathatók a Győr Plusz Televízió, valamint a rádió műsorán is.